Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime Japan Critics. Mai adásomban ismételt egy eléggé érdekes, illetve nagyon is fantáziadús történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Dansai Bunri No Crime Edge, mely műfajt tekintve a fantasy, a dráma és a thriller kategóriákba tartozik. Maga történetünk legelőször manga formájában jelent meg, Hikaki Tatsuhiko tollából, aki 2009 és 15 között összesen 11 kötetet publikált, ám ezt követően 2013 áprilisa és júniusa között 13 rész formájában az anime is megjelent, Yamaguchi Yuji rendező és Urahata Tatsuhiko forgatókönyvírók által. Történetünk egy középiskolás fiúval, Haimura Kirivel veszi kezdetét, akinek kiskora óta rögeszméjévé váltak a gyönyörű hajak és azok levágása. Ugyanakkor egy napon a fülébe jut egy pretyka, amely egy bezárt fiatal lányról szól, akinek a hajának nem akadt párja a világon. Végül ezen bizarr tulajdonsága okán is keresi meg a dombon lévő elhagyatott házat, amelyben a lány Musankoji Iwai lakik, akinek megismerésével nem várt fordulatok veszik kezdetüket az életében. Ezen fordulatok közé tartozik Iwai haja is, amit átlagos olló nem képes elvágni, ellenben Kirijével, akinek a családi örökségének számító ollója képes erre a tetre. Azonban hamar rá kell jönnie, hogy az örökségéhez tengernyi vér tapad, amelyet egy sorozatgyilkos őséhez lehet kötni, s amely ténynek a megismerésével egyúttal egy ismeretlen világba is bepillantást nyer, amelyben Iwai élete napról napra veszélyben forog. Ugyanis Kiri számos harci készségre is szert tesz az örökség révén, amelyekhez hasonló képességekkel számos fiatal rendelkezik, akikben egy pont közös Kirivel, avagy hogy mindannyiuk ősei gyilkosok voltak. Ám Kiri velük szemben nem a tárgyat, vagy a saját önös céljait szolgálja, hanem Iwai megvédését szorgalmazza, amely harc közben nem egyszer a halál árnyéka is rávetül, s amely közben nem csak a lány haját, hanem egyben a lényét is megkívánja óvni. Összességében egy jó képi és hangvilágú történetet kaptunk, amely számos érdekes fordulatot, drámai elemet és hátborzongató pillanatot is tartalmazott. Szintén érdekesek voltak az olyan karakterek, mint Yamame, Emily, Violet, Seiji, Ruka, Romeo, Kanae, Kashiko, Zenigata és Hoko, akik mind egytől egyig tudták színesíteni a történetet. Ám ha hibákat kellene megemlítenem, azok közé tartozna a kissé ellaposodó cselekmény, a túl gyermetek harcjenetek, valamint a többségében kibontatlan mellékszereplők, melyek alapján, hogyha értékelnem kéne, akkor a Dansai Bunri no Crime Edge számomra csupán csak egy 10/5-ös alkotás lenne. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!